És bele is kezdünk Polgármesteri Percek című műsorunkba. Meg is érkezett mai vendégünk, Mészáros Sándor a polgármestere. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hát rengeteg izgalmas kérdés áll előttünk a települést illetően, viszont ami talán most a legfontosabb, hogy hogy áll a járványhelyzet nyáregházán? Vannak-e hatósági házi karanténban? Hány megbetegedésről tudtok? Az a helyzet, hogy pontos számokat nem tudok mondani, annak okán, hogy az első hullámhoz képest most a második hullámban nem kapjuk meg mindig azokat a határozatokat, amelyek a házi karantént tartalmazzák, illetve nem tudjuk egészen pontosan azt, hogy, hogy mennyi a Covid fertőzött nyár egyházán. Egész egyszerűen más lett az adatszolgáltatás rendszere, mint ahogy volt az első hullámban. De azért nyilván mi is informálódunk, és egy közelítő számot tudok mondani, tehát néhány fertőzöttről tudunk, pár főről, és körülbelül egy ilyen 6-8 házi Karanténba helyezett családról, illetve szeméről, tehát az első hullámhoz képest nagyobb mértékű a fertőzöttség, illetve a karanténosoknak a száma, viszont azt is látjuk, ugye volt a környezetünkben is megbetegedés, hogy, hogy talán ezek az esetek, ezek enyhébb lefolyásúak, és viszonylag könnyebben túlestek rajta azok, akikről nekünk tudomásunk van. Tehát akkor mondjuk azt el lehet mondani, hogy az, átlaku, az, országos átlaghoz képest ti azért jobban álltok, mert hogy az országos átlagról ezek azért nem mondhatóak el. Igen, nem akarom ezt elkiabálni, és nem akarok a jövőbe mutató dolgokat mondani, de azt gondolom, hogy ha jelenleg meglévő szabályokat betartják a lakosaink, akkor ez, a, ez az állapot ez megmaradhat, és bízom benne, hogy senkinek nem lesz semmiféle súlyos következménnyel járó történéseit a járvány kapcsán. Ha visszatekintünk erre a 2020-as évre, akkor, akkor, te hogyan látod? Mi volt az, ami a legnagyobb kihívást okozta számotokra? Nyilván ez a vírus helyzet, ez, hát hogy mondjam, nem a piros betűs napok közé fog felkerülni, vagy évek közé ez a 2020. Igen, hát ugye az évelején gyakorlatilag itt a, a március 15-e ünnepség lemondásával mindent átvett a, a covidos történetnek a kezelése, és hoztunk olyan helyi szabályokat, a, talán a legjobb példa erre a maszkviselés, amelyet még előbb hoztunk meg, mint ahogy országosan ez kötelezővé vált, ugye, ha vissza emlékeztek, akkor az első hullám idején volt vita arról, hogy egyáltalán érdemese és kell-e maszkot viselni. Nyár egyházán helyben meghoztuk, meghoztunk olyan intézkedéseket, amelyeket utána úgy láttunk, hogy más települések is követtek, és most már pedig ugye országos gyakorlat, hogy közintézményekben, közterületeken a maszkviselése kötelező. Úgyhogy az időnk nagy részét és az energiánk nagy részét ez elvette, tehát gyakorlatilag prioritást élvezett, és kitaláltuk azokat a szabályozókat, amelyek én azt gondolom, hogy jól működtek. Ezt követően ugye volt a nyári időszak, amikor egy kicsi fellélegezés volt, de ettől függetlenül azért a, például a polgármesteri hivatalnak a működése az nem állt vissza teljes egészében a korábbi megszokott rendre, és hát most is úgy működünk, hogy csak időpontra történő egyeztetéssel lehet a hivatalba bejönni, illetve hát nagy kihívás volt nyilván az egészségügyi rendszernek a, a, működtetése abban a rendszerben, ahogy az országosan is működik, tehát a, a lakosoknak a a betegellátás az ugye teljesen másképp történik gyakorlatilag szinte az egész évben, mint ahogy ezt korábban megszokhattuk. Úgyhogy itt mindenképpen ki kell emelnem az egészségügyben dolgozók, az orvosok és a segítők asszisztenciának a felelősségét és a, a remek helytállását, úgyhogy ezután is köszönöm nekik az ez irányú munkát. És hát ugye nyáron itt beszélgettünk arról, hogy bízunk abban, hogy azok a nyári alacsony eset számok, azok meg fognak maradni, és, és gyakorlatilag eltűnik az életünkből még ebben az évben ez a vírus. De sajnos nem így történt, mert jött egy sokkal nagyobb második hullám, amire igazán nem számítottunk, de azért az ország felkészült, és bízunk benne, hogy, hogy ezen is túl leszünk hamarosan, és legkésőbb jövő tavasszal tényleg visszaállhat minden a normál kerékvágásba. Ha már az egészségügyi szolgáltatást említetted, volt, volt egy kis fennakadás a védőnői szolgálat, illetve a gyermekorvosi rendelés tekintetében. Jelenleg is szünetel egyébként? Hát igen, ez az ellátás, ez ugye a megbetegedés, ellátás és a megbetegedés miatt történt. Két részre bontanám ezt. Az egyik, ami egy saját döntés volt még az első hullámban, hogy a felső nyár egyházi ilyen irányú rendeléseket és védőnői ellátásokat, azokat ideiglenesen megszüntettük, tehát csak Alsónyár Egyházán működött, és most ugye a második hullámban pedig sajnálatos megbetegedés miatt szünetel ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy ez a napokban vissza tud állni szintén a, a korábban megszokott rendszerbe. És akkor ezt hogyan oldjátok meg? Tehát, hogyha gyermekorvosi ellátása van valakinek szükség, akkor van egy telefonszám, vagy, vagy egy másik településen tudja ezt intézni? Hát gyakorlatilag a gyermekorvos és a védőnővel is azt kell mondani, hogy olyan személyes és olyan közeli a kapcsolata a szülőknek, hogy természetesen akár mobiltelefonon is nem csak a járványhelyzetben hanem előtte is a folyamatos telefonos konzultáció az megoldott, és hogyha olyan nagyobb probléma van akkor, akkor természetesen ugye a doktornő, ha nem is személyesen, de telefonon mindenkit elirányít arra a helyre, ahol tudják kezelni a gyermeke problémáját. Ugye ez az év nem csak a koronavírusról szólt, bár azért elsősorban arról, de, de azért történtek sikerek is nyár egyházán, például a kerékpárút. Igen, és abban a szerencsés helyzetben voltunk abban az időszakban, hogy ezt ennek az átadását is meg tudtuk ejteni egy, egy kisebb ünnepség keretében. Örülünk annak, hogy ezt a projektet megnyertük, és annak is örülünk végül is, hogy sikerült megvalósítani, mert nem volt egy egyszerű feladat, gyakorlatilag egy olyan sokrétű és nagyon sok feltételt szabó pályázatot kellett végrehajtanunk egy eredetileg tervezethez képest jóval magasabb költségen, ami embert próbáló volt, és nagyon sokáig húzódott az egész kivitelezésnek a, az előkészítése is, aztán maga a munka is. Azonban ez sikerült megoldanunk, és örülünk annak, hogy ez végül is sikeres sikertörténet a, a település életében és hát ezen kívül sem állt meg az élet, tehát voltak más olyan beruházások is, fejlesztések, amelyekre vagy a folyamatosan pályázatot nyújtottunk be, vagy a tavalyi évben elnyert pályázatot igyekeztünk megvalósítani. Ilyen volt például az Alsonyár Egyházi Óvodának a leginkább belső, illetve a környezetének a külső járdának a felújítása illetve a tetőcsere, és hát most elkezdtük a felső nyár egyház jóvodát is, úgyhogy gyakorlatilag azért az élet nem állt meg, és ezeket a projekteket csúnya szóval igyekszünk folyamatosan megvalósítani, és hát természetesen újakra is pályázni. Egyébként volt olyan pályázat az idei évben, ami ö, áldozatául esett ennek a vírushelyzetnek? Nem. Szerencsére ebből a szempontból az önkormányzat működése az, az folyamatos volt. Talán egy picit belassultak a, a kivitelezési munkálatok, illetve a, a döntéshozata listát, amikor vártunk egy-egy eredményre, vagy vártunk egy-egy módosításra, egy-egy állásfoglalásra valamilyen ügy kapcsán, akkor, akkor ezek lassabban érkeztek vissza, de hát ez természetes volt ebben a helyzetben. A költségvetésetek az mennyi? mennyire volt stabil ebben az évben, mert ezért egy csomó olyan helyzetet hozott ez a járvány időszak, amire nem lehetett számítani, és a kis települések költségvetését ez eléggé megnyírválta. Igen, nekünk alapvetően ugye a gépjárműadó bevétel kiesés az, ami ugye egy biztos mínusz volt, amit ugye láttunk már tavasszal, ez 10 millió forintos nagyságrend, és ugye még az év elején meghoztuk azokat a az intézkedéseket a kiadás csökkentési oldalon, ami tudta ezt kompenzálni. Tehát gyakorlatilag a, a, most fogjuk látni majd, hogy az iparűzési adóbevételeink azok hogy alakultak, mennyivel lettek alacsonyabbak, mert vélhetően ez lesz, hogy alacsonyabbak alacsony bevételekre számíthatunk összességében, például az iparűzési adó vonatkozásában is. Tehát ezeket még nem összesítettük, de gyakorlatilag az önkormányzat működésén, az ellátórendszereknek a finanszírozásán szerencsére ezek a dolgok nem látszottak. Igyekeztünk időben kezelni ezt a kérdést, és időben meghozni azokat a kiadás csökkentő intézkedéseket, amelyeket úgy gondoltunk, hogy meg kell, hogy tegyünk erre az évre vonatkozóan. Ugye az ebben az évben már van tapasztalat azok improvizációból, de a jövő évi bücsét az mennyire alapít, alakított át a központi elvonás. Hát ugye, amikor én még polgármester 2010-ben akkor mindig kellett decemberben egy előzetes koncepciót készíteni a településeknek, aztán ez most már ránk nem igaz, tehát igazából a költségvetés tervezése az januárban fog indulni. De természetesen, mint hogy a korábbi években is ez gyakorlat volt már, a parlament elfogadta a következő évi költségvetésnek a, a keretszáma. Itt már nyáron, és az is látszik, és nyilván én is megnéztem, hogy az önkormányzatok azok milyen támogatásra, milyen finanszírozásra számíthatnak és hát ebből vannak olyan tételek, amelyeknél az önkormányzat magasabb összeggel fog tudni gazdálkodni, és vannak olyanok, ahol pedig alacsonyabb támogatási számok látszanak. Tehát előzetesen én azt látom, hogy hogy átlagosan a korábbi éveknek megfelelő állami finanszírozás fogja megilletni az önkormányzatunkat a következő évben is. Tehát ez nyilván januárban, február elején fog pontosan forintosodni, de én nem látok olyan különösebb problémát az a kormányzat finanszírozásában jelenleg, ami aggodalomra adna okot a tekintetben, hogy, hogy nehezebben fogjuk tudni tervezni a, a következő évi költségvetést. Nyilván azokat a saját forrásból történő fejlesztéseket, beruházásokat, amelyek nem feltétlenül kell, hogy, hogy azonnal is, és rögtön kiadást jelentsenek, azokat, ha szükséges, akkor átütemezzük egy, egy évvel eltójuk. Október végén tartottatok egy közmeghallgatást. Mi volt ennek a tapasztalata, mik a legfontosabb lakossági kérdések? Igen, korábban ugye tartottunk a település részeken is részfalú gyűléseket, de most a járványhelyzet miatt ugye a művölődési házban maszk viselése mellett kértük a, a lakosokat, hogy legyenek jelen, sőt ezt az interneten is közvetítettük. És hát ez mindig úgy szokott történni, hogy nagyjából egy fél órában összefoglalom azt, hogy mit tettünk az elmúlt egy évben, honnan, hova jutott el az önkormányzat. És és mindig kiszoktam emelni az utaknak a kérdését, mert nyár egyhezzen, hogyha fölmerülhet az a kérdés, hogy mi a legfontosabb téma, akkor általában mindig az útjaink helyzete, az útjaink állapota. Úgyhogy ennek a e vonatkozásban az elmúlt tíz évet vettem gorcsú alá, és ez volt gyakorlatilag a, a lényegi eleme a közmeghallgatásnak, hogy nézzük meg, hogy hogy, hogy állunk. És persze elmondható az, hogy nyálegyházán nagyon sok olyan földútunk van még, vagy ilyen murvával leszortultunk ami ugye nem pormentes, nem aszfaltos út, de én mindig azt mondom, hogy azt nézzük meg, hogy honnan indultunk, és ahhoz képest hová jutottunk el. Tehát hogyha a 2010-hez viszonyítom azt, hogy mit végzett ez a képviselőtestület, gyakorlatilag szinte változatlan formában működik 2010 óta, akkor, akkor azt kell mondjam, hogy 13 útszakat sikerült vagy megépítenünk, vagy pedig teljes aszfaltkopó réteggel ellátnunk, ami 4,5 kilométer hosszú szakasz, és ugye ezen kívül még fel kellett újítanunk 1,6 km, tehát összesen 6200 méteren történt olyan szintű beavatkozás, ami, ami érdemben és jelentősen tudta javítani a, a lakosainknak a, a az úttal kapcsolatos elvárását vagy viszonyát. És hát De az azt... utakkal kapcsolatban még most jó híred is van, úgy néz ki. Igen, mert ugye folyamatosan keresjük, kutatjuk azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek e tekintetben a térségben elérhetőek, illetve hát nyilván a, a térségi országgyűlési képviselőnkkel, államtitkárúrral is folyamatosan téma ez és most egy olyan jó hírrel tudok szolgálni a lakosainknak, hogy kormánydöntés alapján 55 millió forintos támogatást kapunk, pontosan a belterületi útjainknak a fejlesztésére. Úgyhogy azokat az útszakaszokat, amelyeket korábban megterveztettünk és engedélyeztettünk, ilyen a, Vekerlek köz, a Széchenyi köz, illetve a Rózsa utca, ezeket egészen biztosan ebből a, forrásból meg tudjuk építeni. Meglátjuk lehet, hogy még ennél több is belefér, illetve hát hoztunk döntést még itt a, a második hullámos járvány Helyzet előtt pontosan uh, amiatt, hogy hogy további utaknak a tervezését végeztessük el. Tehát magyarul előkészülünk, fölkészülünk arra, hogyha lesz akár Európai Uniós, akár uh, állami forrás uh, az utak fejlesztésére, akkor nekünk már kész uh, engedélyezett terveink legyenek ezekhez a pályázatokhoz. Uh, volt egy van egy szociális tűzifa akciótok is, ezt uh, november 30-ig, tudom, november 30-ig lehet. Uh, beadni a kérvényeket. Mi a tapasztalat, hogy hányan élnek ezzel a lehetőséggel, hány valóban rászoruló van, és mik a beleadás feltételei? Igen, ez egy önkormányzati, ez egy belügyminisztériumi támogatás az önkormányzatok részére, tehát évek óta van már ez a lehetőség, önkormányzatok pályázhatnak, és amikor nyernek ezen a pályázaton ilyen jellegű támogatást, akkor pedig ugye a lakosok beadhatják a, a kérelmüket, amelyet ugye a Humán Bizottság Szokott elbírálni, és minden évben, most már én nem is tudom, 5 vagy 6 éve fut ez a program, minden évben nyert az önkormányzatunk támogatást. Most, hogyha jól emlékszem, akkor ebben az évben 142 köbméter erdei, erdei köbméter tűzifát fogunk kapni, de hát ebben, hogy ez nem csak a belügyminisztériumnak a pénze van benne, nekünk van egy önerő, ami 1000 forint per köbméter, plusz ugye a szállítást is nekünk kell finanszírozni, sőt utána a lakosok felé történő kiosztást is mi oldjuk meg, tehát ez egy olyan munka, ami ami gyakorlatilag azért önkormányzati forrás bevonásával és a helyi embereknek, az önkormányzat dolgozóinak, illetve közfoglalkoztatottaknak a bevonásával történik. És azért, amikor elindultunk, volt olyan 80-90 kérelem, most nagyjából ilyen 40-50 kérelem az, amire számítunk, mert a tavalyi évnek is ez volt körülbelül az arányszáma. Úgyhogy ebből a mennyiségből én azt gondolom, hogy hatós segítséget tudunk adni azoknak, akik ezt kérelmezik. Ugye a jogszabály leírja azt, hogy kik azok, akik ezeket a kérelmeket be tudják nyújtani mi ezt meghirdettük azokat a lakosokat, akikről tudjuk azt, hogy, hogy szokták évről évre ezeket a kérelmeket hozzánk benyújtani, még, még személyesen, vagy akár telefonon is szólunk, hogy, hogy ezt tegyék meg idén is. Úgyhogy november 30-a jövét, hétfő, talán a a benyújtási határidő, és akkor azt követően pedig megtörténik a bírálat, és utána a, a, fáknak a kiosztása. Ez az előző években mindig januárban történt meg, most egy picit előrébb hoztuk, szeretnénk ezt december közepéig kiosztani. Ö, történt egy veszteség is a településen, elhunyt dr. Marjai Viktor a város első díszpolgára. Mit jelent az ő személye, illetve mit jelentett a településnek? Hát rettentő sokat, hogyha csak annyit mondok, hogy még életében az egészségházat, a nyáregyházi egészségházat őróla neveztük el, akkor azt gondolom, hogy ezzel, ezzel az egy mondattal szinte mindent el is mondtam. Ő több mint 60 éven keresztül praktizált, és abból 52 évet nyáregyházán töltött el, mint házi orvos és hát ö, olyan ö, időszakokban kezdte ő a tevékenységét, amikor ö, az egész település hozzá tartozott. Ugye most több körzet van, külön van gyerekorvos, tehát egy más, más világ volt, és talán más volt a, a hozzáállás is, amit, ö, amit megkövetelt az a fajta életmód a, a házi és hát ő tényleg egy olyan ikonikus személye nyáregyházának, de a térségben is egyébként nagyon sokan rengetegen ismerték őt. Talán a fiatalabb generáció annyira már nem, hiszen azért 95 évet élt, tehát egy nagyon szép, hosszú és tartalmas életút, életutat tudhat maga mögött, de hát 88 éves koráig még praktizált nyár egy házán, tehát igazából nagyon nehezen tudott elszakadni ettől a, feladattól, és mi is nagyon nehezen tudtuk őt, tudtuk őt elengedni, de egyébként amikor annak idején a, az első fiatal orvos nyáregyházára megérkezett, akkor ez azért lehetett megtenni, mert ugye Viktor bácsi azt mondta, hogy hát természetesen adok neked lehetőséget, osszuk meg a körzetet, és akkor így, így kaptak lehetőséget a fiatalok. Tehát én, ahogy a, a búcsúzó beszédben is elmondtam, ő mindig kereste azt, hogy hol tud másoknak segíteni. Akár a kollégáiról, hogyha beszélünk, amikor ő ugye fiatal emberként egyházára megérkezett, akkor a térségben idős nyugdíj közelében álló orvosok voltak, akik lehet, hogy 5 vagy 10 éve nem tudtak elmenni nyaralni, és akkor örültek a, Viktor Bátyának, hogy hát megérkezett egy fiatal ember, és hát majd akkor ők el tudnak menni végre szabadságra, mert ugye a fiatal az terhelhető, és akkor átveheti ezeket a feladatokat. Tehát fiatalként ez szakadt rá, és ezt kellett megoldania, egy igazi mély vízbe ugrott bele, és segített és megoldotta. Az idősebb korában pedig a fiatalokat segítette azzal, hogy egyáltalán praxishoz tudjanak jutni, és hát minden szakmai megemberi segítséget is megadott ehhez. Tehát ő egy olyan különleges személy volt, ami azt gondolom, hogy ritkán születik. Nyár egyházára, meg aztán pláne, és nagyon büszkék vagyunk rá. Az életútjára arra, hogy mit képviselt ő, gyakorlatilag csak szuperlatív lehetne róla beszélni. És hát valóban, 94-ben, amikor a, az önkormányzat úgy döntött, hogy díszpolgári címet alapít, akkor ő volt az első, aki ezt megkaphatta. Hogy vidámabb témákra vezünk, bár azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú és tartalmas életút, még akkor is, hogyha most éppen búcsúzni kényszerültök tőle, mégiscsak olyasmi, ami irigylésre méltó és szép. De ö, a legkisebbekhez még egy picit térjünk vissza, ezek pedig a korú egészen kisgyermekek, mert ö, úgy néz ki, hogy jó hír. Van azoknak a szülőknek a számára, akiknek egészen kiskorú a gyerekük, mert úgy néz ki, hogy a bölcsödei ellátás megoldódik nyár egyházán. Igen, többször több helyen elmondtuk, de nem tudom, hogy mennyire jutott el a nyár fülébe az, hogy beadtunk két pályázatot bölcsöde építésre. Ez két úgynevezett mini bölcsöde, tehát nem ne olyan nagy létesítményt képzeljenek el, mint egy négy csoportszobás nagy bölcsi. Ez két kisebb létesítmény két-két csoportszobával. De pontosan azért döntött így a képviselőtestület, mert ugye a mi település szerkezetünk olyan, hogy a Felsőnyár Egyházán, Károly Telepen, Szent Imre Telepen is élnek lakosaink, az létszámnak az egy harmada körülbelül, és szeretük volna azt, hogyha a földrajzilag is nem egy helyen van egy nagy építmény, hanem inkább két helyen, úgy, ahogy az óvodánk is működik, legyen egy Alsónyár Egyházán és legyen egy Felsőnyár Egyházán. Úgyhogy két ilyen mini bölcsi pályázatot adtunk be, és ezek nyertesek lettek, úgyhogy ezeknek az előkészítése, a terveknek a véglegesítése, a megvalósítása is remélhetőleg hamarosan elkezdődik. Először az alsonyára egyházinak az építkezésébe fognánk bele, és utána pedig a felsonyára egyházit fogjuk elkezdeni. Ez összesen 28 gyermeknek ad lehetőséget a bölcsődei elhelyezésre, illetve 28 szülőnek a gyermekek részére a bölcsődei elhelyezésre. És hát nagyon bízunk abban, hogy ö, ö, sikerül egy olyan létesítményt, illetve két olyan létesítményt megépítenünk, ami bölcsödei intézményi funkciót fog ellátni, de mégis családias jelleggel és egy, egy otthonos közegben tudja majd fogadni a, a legkisebbeket. És hát közeleg az advent. Gondolom a ti településeteken is minden évben ez egy nagyon fontos időszak. Idén egy kicsit másként. Meg tudtok-e valamilyen módon emlékezni az Adventről, vagy tudtok-e valamilyen módon közösen ünnepelni? A képviselőtestület foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nekünk ugye már hagyományosan minden év végén a falu karácsony ünnepség az, ami lezárja az évet, és amelyre invitáljuk a lakosainkat. Azonban ebben az évben ilyen ünnepséget nem fogunk tartani, mert nem. Látjuk egyrészt ugye, amikor ez a döntés megszületett, akkor még ugye ezek az országos korlátozó intézkedések nem voltak érvényben, de akkor is a képviselőtestet úgy látja, hogy nem láttuk az biztosítottnak, hogy, hogy be tudjuk tartani az akkor érvényben lévő szabályokat, és ugye ezt követően pedig gyakorlatilag el is lehetetlenült ennek a megvalósítása. Úgyhogy azok a dolgok maradnak, amelyeket a korábbi években is megtettünk, 80 éven felülieknek fogunk karácsonyi csomagot kivinni, illetve a gyermekeknek készítünk mikulás csomagot, és ezen kívül pedig hát bízunk abban, hogy, hogy a karácsonyi szenteste körüli időszakra talán azok a családi ünnepségek, összejövetelek azok megtarthatóak lesznek, amelyek most még ugye kérdésesek. Hát, polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt volt, hogy ezeket elmondta nekünk, és nyár egyházának is, és önnek is nagyon kellemes, békés és teljesen egészséges ünnepeket kívánunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, mindenkinek minden jót kívánok, vigyázzunk magunkra.